köszöntöm a Kapos Televízió minden kedves nézőit a Kaposvári Városi Sportcsarnokból, ahol a férfi kosárlabda középszakaszában Kaposvári KKKT a Duna Aszfalt csapatát látja vendégül. A vendég együttes kezdőcsapata, 10-es Bongó Martin, 9-es Bongó Máté, 8-es Márko Gyeraszkovics, 14-es Tomislav Ivosev, 11-es pedig Kemal Karahodzsics, a miénknél pedig újra a jól megszokott kezdőt, és azaz azt jelenti, hogy Megmely Roland ismét a pályán, szóval a legutóbbi Sopron elleni találkozót sérülés miatt kihagyta, illetve azt megelőzően is hiányzott már a hírász és sérülése miatt, de most újra a csapaton így vissza, Frézser, Kuk, Endler és Sims a kezdő csapatban, és megvan az első találat a mérkőzésen, 11-es Karahodzsics talált be. Továbbra is nyílt a legjobb 8 közé jutás kérdése, viszi MRI triplát, nem jó, és Bongó Martin szedi össze a lepattanót, hiszen tulajdonképpen az öt együttesnek van még esélye odaérkezni a legjobb 8 közé. Ugye a Kecskemétnek is, amely jelenleg 13 győzelemmel áll, a 8. helyen a Szeged, pedig 14-en Frazier triplája, ez sem megy be. Egyelőre Kaposvári pont a mérkőzésen. Máté. Pedig támadóiba. Ivosevre fújták. Frézser megadott egy szabálytalan elzárást. Három játékvezető egyébként Szabó Gergő, Boros Tamás, illetve Kulcsár Tibor. A mai összecsapáson Ivosev egyébként ugye a Fejlvárányi mérkőzésen követett egy olyan szabálytalanságot, amely miatt többen reklamáltak. Komolyabb eltiltást, végül egy mérkőzést kapott, az automatikus egy mérkőzést, illetve 200 ezer forintos büntetést kapott az MKOS-től. Ezt a mai mérkőzésen játszott már, legutóbb is játszott már a Kecskemét mérkőzésén, amelyet Szeged otthonában játszottak, és nyertek meg 2 ponttal, 2-szoros meccset játszott legutóbb. Kecskeméti alapulat, Szedeák otthonában nyertek 71-69-re, és egy nagyon-nagyon hasonló mérkőzésen Pécsen pedig 71-70-re kaptak. Mindezt úgy egyébként, hogy a Ivosev ellen meccsen még nem játszott, akkor töltötte le eltiltását, illetve Gyeraszkovics is megsérült már az első félidőben, így aztán eléggé, hogy hiányos kerettel játszott a Kecskemét, így is csak egy pontra kapott ki a Pécs otthonába. Bongó Martin triplája, ezelőtt 2 túloldalon Frazier büntetőjével született meg az első KKK pont a mérkőzésen. Vissza. Simpsnek egy rizikós passz, és Bongó Mát el is hozza, Gyeraszimovics. Pedig így jó a kosár, még tudott osztani egy blokkot, de már visszapattant a tábláról a labda. 2-7 ezzel. A miénk Sopronban kapta ki mindezt úgy, hogy Rendlennyi nem tudott játszani, hát a Baki is hiányzott. Ennek ellenére nagyon szoros meccset játszottunk, de sajnos a végjátékban az együttes bizonyult jobbnak. Ivosev megmenti Rendlennyi. Úgy marad így aztán üresen, de nem jó, ez a harmadik kijött tripla, mind a három igazából dobó helyzet volt. És tehát mezőkosár helyünktől, Ivosev áldogál bent nagyon-nagyon régóta, ez viszont a labda. Valakon arról, illetve Kecskeméti együttes fajtott reklamáját, lehetett megítélni, azt meg lehetett ítélni, hogy Ivosev kb. 7 másodpercig alapulálta körtén belül. Gyeraszimovics Hegedűsnek, aki most állt be, de elrontja Hegedűs, ahogy is váltotta a rutinos játékost. Vissza, ez pedig szabálytalan, amit hozzá Bongó Máté követte el a harmadik Kecskeméti személyében. Oh!
próbálkozik most elzárást adni. Kult egy középtávoli, ez sem jó. Hendrik viszont visszaszedik. Kult újabb tripla kísérlet. Ez sem megy be. Negyedik rossz kaposvári tripla kísérlet, és ahogy előbb elmondtam, most is mondhatom, továbbra sincs mezőny kosár. Kibosev könnyedén törve, és be is dobja. 2-9. Nagyon rosszul kezdi a mérkőzést a KKK. Szép. Sims. Frazier. Kibosev fölül, borzasztó nehéz dobások, eddig volt ennél legalább 4 könnyebb kísérletünk. A nehezebbet bedobta Frazier. 4-9. Dobása perdül ki. Nagyon jól dobtak pedig a vendégek. 6-ból 4 dobások is bement nálunk. 6-ból 0-ával álltunk Frazier előbbi jó duplája előtt. Frazier. Most kéne neki segíteni, van még idő egyébként. 8 másodperc. Kuk. Próbálja átcsápolni Hegedűs, de elrontja. Gerasimovics. És visszajárítja meg szabálytalanul. Nem nagyon jönnek össze a dolgok támadásban. Kettős csere a vendégeknél, érkezik vissza Karahodzsics, és először a meccsen pályán Djukanovics is. Gerasimovics dobhatnak 2 büntetőt. A következő fordulóban egyébként a Sopron fogadja majd a Kecskemét, amely ugye most 3 idegenbeli mérkőzéssel kezdi a középszakaszt. Miénk pedig szerdán már fogadjuk a Szeged együttesét. Ahhoz egy hétre pedig majd DVSK otthonában játszunk rangadót. Gyerekszemics büntetője bement. Ő már nagyon régóta játszik Kecskeméten. 2011 óta. De amúgy is egy nagyon összeszokott keretről van szó. Karahodzsics is 2013 óta csapattagja, és ezt most támadóiba Sims ellen. Hát 5 perc telt el, és 4 kaposvári pont a táblán. És nem a tábla romlott el. Egyelőre nagyon kevés. Gerasimovics. Középtávoli. Nem jó, Sims és Handlein pedig is ilyen egymás elől elütő a labdát, de végül sikerül megmenteni azt. Frazier. Nagyon szépen lendületesen indult meg, Handlein ez kerül a labda, és bent van. Frazier elhagyta a kicsit a kezéből, de Handlein jókorban jó helyen, 6-11. Nagy különbség persze nincsen mérkőzés ezen szakaszában. Lassan talán felébred a KKK. Karahodzsics. Sims kezébe fordult bele. Ez a tripla sem jó most, túloldalon. És indul vissza, elugrasztja gyönyörűen Pongó Mátét. És ezzel 8-11. Remek indítás volt. Hozzá kell tenni. Különbség, sikerül felzárkózni. 6. percben. Karahodzsics. Pongó Máté. Itt elemeli Pongó Máté, ez most viszont bent van. 2 rossz dobást követően. 8-14. Frazier újabb találata, közben a túloldalon már is 10-14, úgyhogy támadásban. És már elkapta a fonalat a csapat, és védekezés kéne valahogy kicsit eljönni. Gerasimovics szépen bújik ki a karok közül. 10-16. Gerasimovics.
Mihálovics jön le, és jön helyette Mészárosnál, amikor itt Fodor Márton először a pályán. Ugye Hentlán Fodor és Bakis sérülésekkel bajlódott. Elmúlt időszakban egyik sem 100%-os még, de mindannyian vállalják, úgy tudom, hogy napon már a játékot. Frazier, a csapdáztán Sims. Visszajön, hogy azt megveri most Bongo Máté, csak a dobás nem jó. És a lepatonót már visszerezte Kecskemétjén fiatal hátvédje. Utána Vics, Frazier nagyon szépen ugrott közben, tudta, hogy ez következik, de oda nem tudta ellopni, legalább meg akadályozta a váltadást. Raudzsics palánk alatt könnyedén is megkapja. 10-18, 8 pont az eddigi legnagyobb távolság a mérkőzésen. Fodor. Fodor, aszfalt. Becsapta most Djukanovicsot, hiszen tulajdonképpen megvárta, hogy ráessen a vendégek montenegrói játékosa, így aztán dobhat majd kettőt. Vincent Frazier, ez volt az első személyi hibája Djukanovicsnak. Ugye a miénk 16 győzelemmel és 11 vereséggel állnak, és a 9. Sopron 13 győzelmet számlál, tehát 3 győzelem különbség van javára, már nem járnak rájátszást jelentő helyezéshez képest. Frazier dobhat még egyet. Beszédő 12-18. Frazier 8. pontja, ma is pont erősen kezdi a mérkőzést. Otthonában is 25 pontig jutott, ez pedig megint egy védekezésbeli hiányosság, 12-20. Nagyon-nagyon könnyedén szerzi a kosarait Kecskemét, és mindezt úgy, hogy azért támadásban nem annyira a célos feltétlenül, mint a mérkőzésen a Kecskeméti együttes, hiszen ők azért inkább ezt a kontrollált és a kosárlabdát játsszák, ilyen 70 pont körül tartják az ellenfelet, és ők is nagyjából ennyi körül dobnak. Már 20-nál járnak, és még az első vége is 2 percet. Ezt követően lesz, Ivasev dupája, szerencsére kimarad a sarokból. Pedig 10 pont lehetett volna, bemegy a különbség. Frazier azért távoli, nem jó ez sem. Karaudzsics meg Ivasevet löki ki. Aztán mindkettő felérnek most már. Djukanovics, Mészáros. Raudzsics és Hentlán tudott annyira közbe avatkozni, hogy ezt most kihagyja. Raudzsics pedig nem itt meg volt a helyzet. Fodor. Visszajött. Máté mellett ezt is elrontjuk. Hentlán pedig megint jól avatkozik közbe, Ivasev viszont rá zuhant Fodorra. Nem láttak szabálytalanságot a játékvezetők, így aztán a kosár jó, és 10 pont a különbség. Mint cserék mindkét oldalon, nálunk először a pályán, 4-essel Papp Péter. 12-22 az állás, hát nyilvánosan is kifejezetten gyengén kezd egyelőre a csapat. Sarokban most jött vissza Kulk, de bent a tripla. 15-22 az első. 3 pontos. A 6. kísérletből. Djukanovics. Sims nagyon betakarja. És aztán még szabálytalankodik még Djukanovics. Szerintem lerántotta a kezét
Sipsnek, azt mutatja Szabó játékvezető, és ez viszont így kettő dobás, hiszen ez már védőhiba volt, nem támadó. Ikenem is, a második így kettő dobnak majd, ahogy mondom, Kenny Sims. 13,3 másodperc van hátra még a negyedből, tehát lesz még ideje a Kecskemétnek visszatámadni. Sims helyére egyébként jön majd Grebenár, ha a második büntető. Az első kimaradt Sims-től. Második viszont a helyén, és így érkezik Grebenár erre röppe időre. Van még két mezőny faltunk, ezt úgy adódik, azért be kell ütni majd. 10 másodperc még. Az első naptól 7,4 másodperc. Én Számos dobhatja be a labdát. Kukanovics, 6 másodperc. Kukanovics eldobja a triplát, nagyon rövid. Lepattanó pedig Pappi, ezt még el lehet dobni félpályán túlról. Ez viszont rövid. Pappépernek idén már volt két ilyen buzzer beater 3-as, ez most rövid lett, 16-22, tehát az első negyed után innen folytatjuk. Folytatódik tehát a második negyedre a Kaposvár Kecskemét mérkőzés, utolsó percekben kicsit sikerült kozmetikázni az eredményen. Szimovic, Grebenár szépen sapkázza le, de érkezik Karahodzsics, megint jókor. Ő szerzi a negyed első kosarát. Állunk most Fodor, Papp, Kuk, nem sajnos Grebenár a pályán. Fodor nagyon-nagyon nehéz dobása, Grebenár pedig nem tudja visszaszedni a támadó lepattanót. Kongó Máté, Kösev. Martin besétál, az is be is dobja, megint 10-ben. Különbség, elég könnyű viccer volt. Ennyi volt az a ledolgozott pár pont, megint közte 10. Ott egy nyílik az út, gyönyörűen oldja meg Meri Kuk. Ez is remek megoldás volt. Egy egyéni megoldás, így 18-26. Kuk 5. pontja. Faltot, próbálta megelőzni Karahodzsicsot, sikerült szabályosan. Kosev, távol a gyűrűtől, zónázik. KKK, Kosev, Karahodzsics, Grebenárral. És Grebenár jól védekezett, Karahodzsics ezt most elrontotta. Kuk, Papp. Lehet, hogy Papp is befejezhette volna, így viszont kettő dobhat Melik Kuk. Betörése után. Kongó Martin szabálytalankodott, ha jól láttam, így van. Második személyi vája. Az idősebbik Kongó testvérnek. Kuk büntetője helyén. De büntető is jó. Megint 6 pont a különbség, jó lenne most tovább szűkíteni természetesen. Nézzük, hogy ez a zóna, hogyan működik a továbbiakban, eddig bejátszottak Karahodzsicsnak a labdát. Megint Karahodzsics kéri pozícióban, Kongó Máté viszont elcsúszik. 2 másodperc, Gyerasimovic. Még jó, ha bemegy, de visszaszedi a sajátját, és bedobja. 20-28. Fodor. 10 másodperc, Handlein. Kihagyja Handlein. Kivesebb. Arau
sincs könnyedén. 20-30, nem is meglepő, azt hiszem, hogy Fekete Ádám ismét időt különösen, úgyhogy 10 pont a különbség. A statisztikára pillantva is látszik a különbség, milyen 30%-kal lopnak eddig mezőnyből a Kecskeméti és Kriperekkel 50-nel, és a tapatlanulzásban is nagy a különbség. Pap! Megint a Kecskemét szedi le a lepattanót, Karaucsics egyelőre középpontban mindkét oldalon. Hendlein helyett visszajött Frazier, egy kicsit alacsonyabb felállás, Kuk játszik most 4-es poszton, ahogy már nagyon sokszor tette azt. Most például nagyon jól védekezik igazságban. Frazier. Karaucsics ahogy Csicsa, Frazier, Fodornak ment. Csínybe a labda, persze. Kongó is érkezett. Róla ment ki a labda. Frazier. Fodor, indul befelé Fodor, és be is dobja Karaucsics fölött, viszont 2-30. Valós zóna védekezés. Kongó Máté. Nagyon jó passz Kongó Martinnak, 5 másodperc még, eldobja Kongó Máté, ezt is bedobja. 22-33, az eddig legnagyobb különbség. A 8. pontja volt ez már. Kongónak. Fodor. Sims. Nézzük most ő, mire megy a túloldalon. Meglöki Karaucsics. Kicsit meg kell dolgozni valóban Karaucsicsot, hiszen védekezésben nem sok mindent kellett hozzátennie. Megdolgozva igazán, ezt a támadásban elég jól érvényesülni tudott, 8 pontot szerzett Karaucsics, jó dobó százalékkal is, és lecserélték őt pihenhet, neked is jött a helyére. Ma még egyébként egy mérkőzést játszanak, ugye itt a középházban a PVSK Szegedre látogat, és egy szoros mérkőzés mindig érkezik, és bármilyen kimenetel előfordulhat. Pap. Frazier-nek ment volna a labda, de jó volt a Kecskeméti védekezés. Húk, ez pedig Hegedűs szabálytalansága. Első faltja volt Hegedűsnek, és ez még bőven belefér, hiszen csak a harmadik Kecskeméti falt volt a összecsapáson. Visszajön Gyukanovics, Kongó Martin helyére. Majd nehezen bedobja, ott is marad üresen. Fodor mit találja, Frazier bent van. Hát, hogy Frazier ennyi, ennyivel is csak lemaradt, hát ez már neki. Nagyon jó helyzet, 24-33. Ivasev most Simszel, Ivasev ezt bedobja. Nem sikerült Ivasevnek többször is így pozícióval be birkóznia magát, és választott egy hátradőlőst, és jó döntésnek bizonyult. Frazier. Ezt is bedobja Vincent Frazier. Támadásban ő ismét hozza magát, már 12 pontnál jár. Csak hát mindig érkezik Kecskeméti válasz, úgyhogy a különbség továbbra is a 10 pontos különbségen táncol. Másodperc, Kongó Máté, Gyukanovics elugrasztja Papot, nagyon-nagyon rossz dobás a végén. Gyukanovics állítja meg szabálytalanul, és ez bizony a harmadik személyhibája lesz Gyukanovicsnak. De egyelőre Forrai Gábor nem cseréli le légiósát. Frazier.
Taylortól. Sims pedig leszedi két ember között, de aztán nem tudja megadni. Kicsit határozottabban lehetne föltenni ezek a Kenny Simsnek. Hatalmasokat tud zsákolni, még ugrani, de most egy kicsit ilyen itt nem vagyok, ilyen pipagyom módon emelte fel ezt. Gerasimovics pedig Dortmund dobja a labdával ide sevet. Nem volt ez egy jó pass, nevet is most Gerasimovics, mert végül is maradt náluk a labda. Visszaérkezik Jason Alissé. Fogar Márton eljön. 6 másodperce maradt még Kecskemétnek. Josef. Josef, és ez... szabálytalanságot, végül Simsra lökés ítéltek. A második fajta volt egy Simsnek. És helyére érkezik Handley. Fedor pedig visszajön, nem sokat pihent, Papp Pétert váltja. Szóval 6.35. 16. percben járunk, és csak 26 dobott pontunk át a neve mögött. Krézsa pedig ellopja a bedobást. Aztán szétaladott labda lett belőle. És ugye ilyenkor nem új 14, hanem új 24, hiszen a szerzés volt ebben. Birtoklás változott. Most ezt könnyen elhozhattuk volna, és ahelyett, hogy 4 másodperc, vagy 3 másodperces támadás, bocsánat, lett volna. Mert a újra indult 24-e Kecskemétnek, Ivoser. Ez egy lépésével szerintem. Mindenki fölteszi a kezét, nem akar reklamálni. Az első faltja Endelnek. Sétál Djukanovic, de Frazier megállítja, és aztán Djukanovic odaüvölt valamit Fraziernek. Amerikai viszont nem vette észre ezt neki szerencséjére. Kettő dobhatát Djukanovic. Van nélkül egy előre. Nyílik előtte az út, Djukanovic pedig faltolja. A negyedik faltja ez Djukanovicnak, sőt már az is. Jól lemaradt megint Visszéről, aztán szabálytalankodik ide. Egy pont és 4 falt Djukanovic előtt. És kell most cserélni. Visszajött Kongó Máté. Forrai Gábor egyébként a kispadon félrehívta Djukanovicot, és rajzol neki a mágnes táblán, hogy valószínűleg hogyan kellett volna védekezni. Hát alig-alig van személyben egyébként a mérkőzésen, így aztán a szempontból érdekes, hogy neki viszont már 4-et sikerült összegyűjtenie. Visszaköntben bedobja a büntetőt, de továbbra is van a biztosan benne, hogy elér a Kecskemét, 8 pont a különbség. Mészáros. Labdavezetés volt, sőt utána pedig konkrétan lépésre volt szerintem. Viszont így Kecskeméti marad értelemszerűen. 14 másodperc marad a vendégegyüttesnek a támadó időből. Viszont most Forrai Gábor kéri időt. Perc és 15 másodperc, ami hátra fél időből. Gerasimovics. Kongó Martin.
majd, hiszen megvolt a bónusz, így aztán ott az ikszer, pedig Kukta, 30-36. És hát faltolatnak volna, csak hát akkor két büntető. Most nem vállalták, kecskeméti játékosok. Van Martin, visszakapja megint. Martin, egy másodperc, most jól védekezik a KK-t, rányere Szimonics. Egybe ez a dobás, viszont egy helyzetben volt, az pedig védőfalkomból Martinra. Így viszont kettő dobás jön, a harmadik fajtja volt az Kongolnak. De is fog őket hozni Forrai Gábor, nem szeretné, hogy még egy játékosa esetleg túl korán falt gondokba kerüljön. Ivasev jött át vissza, Jaytona visszadobhat pedig kettőt, ő most a szituációnál azért kicsit fájlalja az amúgy sem sérülésmentes lábait. Ez sem megy be most visszétől, vagyis ez nem megy be most visszétől, büntetőt eddig nem rontott, mezőnyből 4-ből 1-jel áll az amerikai irányító. És ami különösen érdekes, hogy egyelőre 3 gólpassz KKK neve mögött, vendégek 7-től tartanak. Bent van. 1-30. Gerasimovic. Andrej Zola, KK-nál. Karahodzsics, ez pedig szabálytalan. Frazier jutott oda. Tehát kettő büntetőt. Nem számít különösen jó büntetőzőnek, mindössze 61%-kal dobja. Az elsőt most el is rontotta. Nagyon-nagyon jó passz, tripla viszont mellé szállt, viszont Frazier vissza tudta jutni a labdát. Frazier aztán kapja sarokban, nem jó. Gerasimovic szedte le. 9-1 eddig a KKK tripla mutatója, az, hogy pályán az egészen katra, és a bárhol az lenne. Frazier labda szerzése. Fodor, Frazier, az lépésében. Fél perc át a levő idő. Ez egy gyors leindítás, után egy könnyű kosár helyett, megintálnak a kecskemét. Azonban négy pont is fel lehet a nőni, ez szép játék, és Gerasimovics bedobja. Könnyedén be rohanhatott. Gerasimovics pedig egészen addig jó volt a védekezés, így viszont 31-39 is meg a Ádám kér ismét időt. Visszajasszhatja a landát, egyelőre ezt a negyedet is megnyeri a Kecskemét, már csak 2 ponttal, de ugye értelemszerűen növelni tudta előnyét az első negyed után. Visszép, Frazier szépen elindul, nem jó, és megint nincs esélye a lepattanóra, 31-39 ismét, 10 pontra nőhet a különbség. Ivasev befordul, be is dobja. 31-41. Folyamatosan
egy ez a pozícióban egy-egy Nagy Karahodzsics vagy Ivosev, és rendre be is találkozik a vendégek ebből. Visszajövel áll egy triplába, nem jó. 10-ből egy tripla. Kongó Máté. Van még különbség a két óra között, nagyjából 3 másodperc. Nyilván az utolsó pillanatig támad a Köcskemét. Karahodzsics. Ki tudja ütni a labdát, Kult, de 2 másodperc maradt. Vendégeknek, sőt egész 6,5 a negyedből. És most erre a 2 másodpercre van a Gábor Kinder idejé. Kettő másodperc a Kecskemétnek. De Rasimovicsra kijön a játék, de az nem jó, viszont vissza fogja szedni Bongó Máté. Ezt egy kicsit korán engedte el, de így viszont sem Kaposvári, sem Kecskeméti kosár nincs már ebből a játék részből. Így aztán 31-41, 10 ponttal vezet a Kecskemét. Innen jön a második félidő, jobb, reméljük jobb Kaposvári játékban. És hát nagyon fontos lesz a kezdés, hiszen jó lenne most egy ritmusváltással indítani, mert az első fél időben nagyon-nagyon nem kapta el a játékot a KKK. Mindemellett többen is formán kívül kosárlabdáznak, például most a labdát eladó Jeter Melissének sem megy igazán a játék, mindössze 5 pontnál és 0 gólt használ áll az amerikai irányító. Védői statisztikát nézve igazából a különbség a télen is meglátszik. Kúk szerez majdnem labdát, de marad a Kecskemét, így aztán Gerasimo is triplája, és hát ilyenkor ugye nyilván minden ilyen összejön, hiszen szerencsével került vissza a Kecskemét az a labda. 31-44, hát a jó kezdésre lehet ennyit. Zára Pankrözt a rendben. Kúk. Eddig áldog el, ami Bongó Máté egyszerűen kiütik az ugyan a labdát. Hát itt tűnik marad az álmos játék egyelőre. Bongó Máté. Nem lehetre viszi le Karahodzsics, az nem igazán az ő helye. Most meg is látszik ezen a dobáson. És aztán visszaállítja meg Ivosevet. Talán egy kicsit határozottabban föltenni ezeket a helyzeteket, azt hiszem. Pont egy fél idő alatt, de hiszen ez a legkevesebb a mezői pályán.
elzárás Simstől, 8 másodperc, vissza, és kimarad, Simst pedig nem tudja visszaütni a labdát. Ez is ritmustalan játék volt megint, és igazán volt jobb a helyzet. Jelaszimovic, Ivasev, és nagyon rossz passz, Simst pedig lefüleli. Máté pedig faltolja, hát szegény, addig rángatta már Simst, hogy fújják már a faltot. A második faltja az Kongónak. Nincs kaposvári pont, 2,5 perc telt el ebben a negyedből. Egyelőre egy Kereszimovics triplát látható. Hangja is most megjön. Tegyen adott labda, de aztán bent szerencsére Gyereszimovics faltolja Kulkot. Harmadik csapat falt Kecskeméti részről. Kulk. Simst, neked most nagyon jó passz, Simst pedig bedobja. 3-44, Simst legelső mezőnykosara, pedig egy pontja volt az első fél évben az amerikai fronttermen. Gyereszimovics, szabályta pedig Kuk, első faltja, Ivasev pedig Karahodzsicsot váltja. Üresen, ő beszokta dobni, de aztán visszaszedi megint hasonló szituáció, mint az első fél időben. Josef, és a ellenkel a besegítés, és aztán szabálytalan pedig hozzá. Sárba szépsége áll ebben a negyedben a középpontban, sőt finoman fogalmaztam, 2-3 a játék részében 3 perc elteltével, igazán fogok be most egy büntetőt. Thank you.
téren egyébként olyan nagy probléma nem volt, nem ezzel van a nagy baj. 7-5 a feladott labdák száma. Kibosev. Ezt is bedolgozza magát, adagja. 33-48. 2 ponton áll a KKK lassan. 4,5 perc kertem a negyedből. Fogod. Kibosev. Rántotta vissza a Simpsert, neki volt volna a bejátszás, Ivosevnek a harmadik fajtja. És ez 2 dobás lesz, hiszen ez most a 5. személyi válja volt a vendége. Nem ő az első büntető. Kiadja az elsőt, csak az első fél idő. Gyorsan meg kéne kezdeni a felzárkózást, hogy ebből a meccsből akarunk még valamit kihozni. Ugyan még rengeteg idő hátra, de nagyon kellemetlen ezúttal is a Kecskemét. Rahodzsics, az pedig kettő dobás. Visszaállította meg. Azért van annak valami bája, amikor a Kecskemét oldalon reklamálják a sportszerűtlen hibákat. Az első eset, ez Kecskeméti csapat ellen idei szezonban.
Balázsó pedig kiadja az ilyenkor első büntetőt. Második bent van, utána rúgott Kapinak. Gyöngő Martínez pedig szabó játékban egy elég határozott volt, és igazából előtte történt az eset. És ugye, hogy ez személyében volt. És akkor most mi következik? Kettő büntető járt. Közben a közép vonalon beszéli meg az eredeti szituációt. A kiállításnál. Itt egyelőre elég nagy a tanakodás, hogy most mi történik, mert próbálunk belehallgatni. Hogy elvileg a Bakker Gergőnek kellett volna dobni a büntetőket. Erről nem a játékosok tehetnek, hanem a játékvezetőknek kellene jobban figyelni, de most majd ha így van. Most azért ez elég régóta áll a játék. 13 pont, tehát a különbség. Biztos, hogy milyen jöhetnek ezt követően. Igazából azon bukott meg ez a dolog, hogy ahogy engedélyeztek a cserét, amelyel Baki leült, helyette jött Frazier. Ugye azt a retényező, hogy a büntető teremtető. Sims, és kihagyja, Sims visszaszedi, nincs falt, Cook, ez bedobja. Egyen egy 53. Hát ez még itt érdekes szituáció, ez a meccsen az garantálható most már. Ivasev, szépen eljátszott a hattyúval állát Ivasev. Kettő büntető a jutalmat, meg pedig a harmadik falt. Nagyon meg kell figyelni mindenkinek a pályán lévő közül. Könnyen szabadulhatnak az indulatok. Mondtam, hogy ez a negyed nem túl látványos. Megrapos. Most sem bedobja ezt. És 41-55. Talán úgy tűnt, hogy egy picit ritmust váltott a KKK lendületbe. Tudtunk volna talán jönni. Most itt ennyit állt a játék. Azt hiszem, hogy ez tavasszal állt, mintha olyan nagy ritmusba jöttünk volna.
Glazer, Mészáros védekezik vele szemben. Húk, egy másodperc még, elindul Ugasev mellett, Ugasev megállítja. Bartolja is talán ezt a lejáró idő. Akkor személyébe. Húk pedig szerintem most egy kicsit kelletére tovább kapaszkodott rá a labdára, lenne jön vissza, és jön vissza, megy le. 2 perc, 40 másodperc. Jukanovic hozhatja a labdát. Berahodzsics. Mészáros. Valóban szépen besétál, mint a Bezicer. 41, 47, 16 közte. Még befogja a kezét. Érdemes, ha visszanézni, ha valaki tudja. Talán Simpson kicsit fölélek most. Még 2-3 jó megmozdulás a támadásban. Hatkornál jár még így is csak. Jászlóics. Távoli nagyon-nagyon rövid, talán bele is öreg Sims. Hú! Fodor! Úgy játsza. Húknak. Mészárossal Húk, kérés vissza a labdát. Pozícióban be is dolgozza magát, pedig Húk. 45-57. Mindenképpen 10 ponton belülre kellene jönni itt a negyed vége előtt. Szeret majdnem labdát, Gyukanovics. Jó Máté. Raudzsic. Gerasimovics megint az alapvonalba besétál. 45-59. Oda. Hú. Dobja el. Van még idő bőven. Támadó időből. Frazier üresen maradt. Frazier be is dobja Vincent Frazier. 48-59, Frazier első pontja a második fél időben. 15-nél jár. Húk szórta meg magát ebben a játék részben, 9 pontot dobott már. Megint a hoppaszerzés Sims, Frazier indul, kicsit később kapcsoltunk. Fodorov plusz 1, így is van. Gondor Máté az elkövető. Harmadik személyibája. 10 ponton belül most a különbség. Barai Gábor figyelmeztet, közben Boros játékvezető, hogy következő reklamálásnál technikai hibát adnak a kispadnak. Ez 8 másodperc a egyedből hátra lévő idő. Fodor ledobja plusz 1-et, 51-59. De a 5. pontja volt ez. Gerasimovics, megedős. Igosan. Stendlein el. Elugra Stendlein, aztán eldobja, de ez így rövid. Csak visszakerül az állapba, Igosan. Azt pedig Frazier takarítja el. Egy blokkot adott Igosannek. Személyben. Frazier-nél, hanem mezőnyben. 26 másodperc. 2 óra között 4 másodperc a különbség. Gombó, kívesebben nem játsszák be. Itt. Aztán egy személyben mezőnyben. És neked Ádám is megkapja a figyelmeztetést, hogy a közelebb. És dobták 2 büntetőt. Előrepényesebb Kecskemét játékos, nagyon jó büntetőzőnek számít.
60%-kal dobja őket. Bedobta. 6,5 másodperc maradt még. Még sok minden elég lehet. Nyilván a Kecskemét kijön egész pályára, így is van. Fodor, most indul az óra. Fodor, Endline beleáll egy visszaesős triplába. Ez nem jó. Így aztán tulajdonképpen a fél ideig állás áll vissza. Azt követően, hogy volt már 16 is közte végül. 51-51, ugye az utolsó negyed. Kezdődik a váró játék rész. 20 pont továbbra is a távolság, Karahogy is. Most sem megment volna a passz, de nem volt tökéletes. Fodor. Fips kérni a labdát, aztán Kongó Máté elhozza. De a Simovics az egy lépés. Talán Velaszimovics, mert kezd volna feltétlenül visszaadni a labdát, de nekünk ez így jó. 3 eladott labdával indul a negyed, 20 másodperc alatt. Fodor. Fraser. Beviszi Fraser. Kimarad, Fodor ő. Sims. Másodszorra van egy Sims. 53-61. Nagy passz volt egyébként Fodortól. Gerasimovics. Én besétál Gerasimovics is ugyan Sims-szertől. 53-63. Gerasimovics 19 pontnál, ezzel ő a mező legeredményesebb. Fodor. Igazán a labdáért, Fodor. Egy másodperc eldobja Fodor, és bedobja Fodor! Karahodzsic Fodor. 56-63. Nagyon-nagyon fontos kosár volt ez. Nagyon kellett a tripla Fodortól. Nagyon álltunk a támadásban, így ez egy dobás volt. A Kúp majdnem megszerzi, aztán Handline összeszedi Gerasimovicstól. Fodor pedig indítja Kúpot. Pedig falt, hívesebbnél, kettő dobhat, pedig Kúk. Most megint egy kicsit úgy tűnik, hogy talán el tudja kapni a fonalát a kaposvári kár, de nem is meglepő, hogy azon a időt is kérni belették. Büntető jött át Malik Cooktól, meg lehet a 20. pontja az amerikai bedobónak. Nem jó az első büntető. A negyedik kihagyott egy pánká büntető, ennyit mondtottak a vendégek is eddig. A második is kiharag. Aztán egy személyébe. Már egy részül is, sajnos a negyedik Kúknak az nem felesleges volt. Két kiagyott büntető után. Pedig megint ugye 5 pont lehetett volna, mely ember emlékezik, hogyha nem volt. Igazság. Rahodzsics elhagyja a labdát. Fodor. Megállítja Mészáros. Hogy Kecskeméti névő Fodornak menjen ki és verekedjen vele. Még van színvonal ott is, gyorsan időt is kér. Fekete Ádám nagyon jó érzékkel, azt hiszem.
kaposvári Kátán. Az ő fajtét követően 8 perc még a hátrálevő idő. Rézsa, Kodó. Kúk, elhagyja a labdát. Kúk. Aztán meg is üti magát, ahogy elcsúszott utána. Jó, feltorolni, aki Gyuri közelében. Elcsúszott, és fogta az oldalt, azért most a kecskeméti kispor reklamát, hogy legyen mindenkinek a itt. Az oka. 7 pont állt a különbség, illetve a kecskemét, azt mondta, hogy a Simovics majd a bedobás. A labdát, Kongó Máté. 8-8 lepattan, és 5 gólpassz. Teljesítményen nagyon jól játszik. Kaszimovics. Kongó Máté. Dugasev. A Dugraszki rendlejt, aztán a közép távol, itt mellé lövi. Rézsev. Rendlejt Simsnek. Szabina Szedli. Erdán. Nem sikerült. Elég jó. Meglátás volt rendlejtől, de Sims. Kettőzi meg Kúkkal, és sikerül megszerezni a labdát. Frazier. Megáll a triplába Frazier. Nem jó. Kodaszimovics pedig kiengedi. Nem sikerül átlépni ezt a határt, itt a 7 pontos különbségnél pedig. Meg lenne akkor. Lélektelen nagyon sokat jelentene, de helyett megint jöhet a Kecskemét. Kodaszimovics. 5-2 ez a negyed. Úgyhogy lassan 4 perc telik el. Kongó Máté szabálytalanság. Ellen ítélik. Második faltja. Üresen. Kongó Máté. Üresen megint üresen marad. Rendlej pedig be tudja talán takarni egy picit, de minden esetre legalább annyira tudott oda segíteni, hogy kihagyja. Sims bent van, Fodor tálcán kínálta neki a lehetőséget, és talán most megvan az a kosár, amelyet hiányoltam. 58-63, hát most innentől fogva azért kiélezett végjáték is lehet. Azt követően, hogy gyakorlatilag egész mérkőzésen 10 ponttal vezetett a Kecskemét. Hát még így is azért. Nagyon közel. Tudnánk most férkőzni, ha kosarat szereznénk, mert gyere szívó is ismét. Elront egy Kecskeméti akció. Fodor. Sims. Nem kéne oldani. Sims. Karaucsics visszanyomja, viszont van idő, nem tudom, miért dobja ezt most Sims. A 7-est 1-esnek nézte, vagy nem tudom mit csinált. Azt mondta, hogy 1 másodperc van szerintem. Sims, nem volt most a helyzet magaslatán. Sims. Vannak politikus jelenetek a pályán. Biztos, ide van szólva. Közönségén részeg Rebenhardt követelt a pályára, Kongó. Rasimovic a bocsal után beviszi és dob egy zicser. Jaj, gyere faltos úr. Rézsa személyében állt. Nem láttuk, hogy az volt, hogy semmit, hogy vonalállást fogja. Köszönöm, hogy szóval nem lehet egyetlen. Most már itt.
Szimovics pedig dobhat megint kettőt, ami eddigiek alapján biztos kettő pont, csak a négyieknek. És dobja a Gerasimovics 20 pontosan. 8-64. 5,5 perc nagyjából átra levő idő. Megint 7 pont a különbség, Fodor. Frazier. Ugyosan vele szemben eldobja Frazier. Bedobja Frazier, az igen! Nagyon nehéz dobás Ivasev fölött, 61-65. Frazier 18 pontban. A második hármasa volt. Utána vitt Gerasimovics, Ivasev. Befordul Ivasev, elrontja. Megint megkettőztük. Az első fél időben ebből rengeteget dobtak a kecskemétiek. Fogor elhagyja a labdát, és Ivasev indulhat. Mészáros oda is adja. Aztán ezt is elszórakozzák a kecskemétiek. Ez a második ilyen szituáció volt. Az ígyszer helyett majdnem eladott labda, de most marad nálunk. Ivasev Fogor elég húzza. Itt Ivasev ugye a palánk alatt általában bent áll, és kéri a labdát. Mindig egy picit azt hiszem, hogy az 3 másodperc határán Ivasev, de nyilván egyértelmű személyhúzza volt. Negyedik kaposvári pont. Ivasev lehozza most Korai Gábor, ebben is jött vissza a Gerasimovics. Elrontja, de Karahodzsic visszaszedi, csak az is rossz. Szint pedig most leszedi. Visszajött Fodor Márton helyére az amerikai irányító. 4 pont a különbség. Visszajött Kuh. 5 másodperc második ütemből. Bedobja Kuh! 64-65! Az igen! 1 pontra zárkózik a kaposvári KK. Az igen, olyan nehéz tripla volt, hiszen második ütemre dobta el Melik Kuh. 1 pont át, időt kérnek a vendégek. Változott itt a hangulat, azt hiszem nyugodtan mondhatjuk a városi sportcsarnokban. 3 perc 48 másodperc hátralevő idő, 1 pontra zárkózik a KKK itt az utolsó negyedben. Bedolgoznak hátrájának nagy részét a csapat, 13-4 ez a játékrész. Gongó Máté, 10 másodperc, az pedig így visszajövő megy ki. De vétlen láb volt, mert itt ott a Gongó. 5 percet, még van még ideje a kecskemétnek bőven. Ebből a támadásból Karahodzsic. Gongó. 5 másodperc. Karahodzsic. Kicsit tétován állat. Őnek ez egy nem igazán jó helyzet az ilyen. Háttal a palánynak tud dolgozni, akkor rendben eredményes, de most elrontott a átvertő vezetést a KKK-nál. Vissza. Frazier. Eldobja Frazier. Ez most hosszú. Ivasimovics pedig szokta a lepattanót. Ezen a téren is jól áll. 7. volt neki. Ivasev kéri a labdát. Húfkal. Ebbenre főnek személyvát. Meg itt jött a kettőzés, és ez most 2 büntet Ivasev. Viszont Djukanovics. Most már ugye a 4 falt annyira nem számít, hiszen a végjátékhoz közeledünk. 1 pontja van egyébként Djukanovicsnak. Igaz, nem is tudott sokat játszani, 13 percet volt pályának.
kevesebb lop, mert több büntető. A 4-66. Közben a Szeger úgy tűnik, hogy nagyon-nagyon megveri a Pécset. De most minket ez kevésbé érdekel, így hogy egyelőre az a Kecskemét. Percen belül, Fraser. Az előbbi dobása egyébként rendben volt Frasernek. Ebben a szituációban ezt el kellett vállalni Endlein. Becikázik, Endlein bedobja, 67-77. Endlein ugye nagyon érződik, hogy közel sem 100%-os, de a csapatkapitány vállalja a játékot természetesen egy ilyen szituációban. Igazság. Csak beforog Igazság. Volt, hogy túl jó passz Karaudzsistól, sőt, de megmentette Ivasev. 66-69. 2 perc, 10 másodperc. Visszajön. Visszajönnek segíteni! Eladott labdá az belőle, pedig ott már akár a gyűrű felé is fordulhatott volna. Ivasev kidobja oldalra a labdát. Nem volt túl labda birtoklás. Kérdés ugye, hogy most új 14, vagy marad az 5 másodperc, hiszen Ivasev, én nekem úgy tűnt, hogy talán birtokolt a labdát, hogy kidobta oldalra, de nem biztos. De a játékvezetők is így látták, ami lényegesen fontosabb annál, hogy én hogy láttam. 2 perc hátra, de 14 másodperc a támadó időből. Lényegen nem változtat, kosarat kell dobni. És ugye új 24, nem új 14, igen, gogos a játékvezetőktől, hiszen a debilkotás változott. Vissza, így lépés, talán faltak a lépés. Nagyon-nagyon fontos szituáció volt, és ennyi fontosabb lehet még ez a Kecskeméti támadás. Konglomáti. Karaudzsics. Jelaszimovics, Ivasev, lepördül. Útra és kukott kipontot. Mondom én, de kilépett Ivasev. Én úgy láttam, hogy utána faltolt kuk, de előtte már kilépett Ivasev, ami itt fontosabb ennél. Fél perc, hátra levő idő. És visszét lehozta Fekete Ádám, visszahozta Fodor Márton. Fodor, betörés! Nem jó. Konglomáti. Erasimovics. Gyorsan dobnia Kecskemét, ez várható. Konglomáti. Hú, belejön a labdába, ez most akár meccs eldöntő szituáció lehet. Fodor. Hú. Hát még ezt, ha bemegy. De nem megy be, de a szívós pedig leszedi a lepattanót. Hát jobb lett volna egy egyszerű kettesre menni, hiszen még idő még van, de így megint 54 másodperc, és a Kecskemét akár nevelhető velő. Karaudzsics, Jerasimovics, tripla, nagyon rossz dobás, pedig ez megint úgy szituáció volt. Kosarat kell most dobni, 39 másodperc, Sims, Fraser tripla, nem jó lesz sem, és Ivasev lesz a gyerepattanó. És fajtoljuk, Ivasevet Fodor érkezik, szóval 7 másodperc, de tepörgő túl sok idő ehhez, hogy ezt hagyjuk. Kihagytunk a végén egy 3 triplát, meg voltak a lehetőségek, az egyenlítése sikerült. 7,4 másodperc, 2 dobhat Ivasev. És Fekete Ádám előtte még időző. Hát
kettő büntetője, tehát Ivoševtől eddig 6-ból 6-ot bedobott. Tomislav Ivošev. Annak ellen, hogy 67%-os büntetőzőben nagyon helyén volt a keze Ivoševnek, ezt így bedobja. 4 pont a különbség, minden már nagyon nehéz a helyzet. Gyorsan kellene kosarat szerezni, és már tényleg azt lehet mondani, hogy valószínűleg 3-ast kellene dobni. Hendvejner üti a labdát. Ivošev büntetője nem volt tökéletes, így aztán Sims, ugye milyen, mert Karahodzsics még vele ért. 2 faltja van ennek a Kecskemétnek. 19 másodpercen a meccs vége, úgyhogy ezt a 2 faltot jól szívvel beüthetnek. Itt most még, úgyhogy innentől fogva jön a vendégeknek el. 20 másodperc. Elindul befelé, ott a falt. Gerasimovics ütötte be. És csak a második, de úgyhogy azt nem szoroz ez. Újabb faltja. És még a mezőnyben az utolsó, amelyet büntetlenül beüthettek a vendégek, minden tervett és idő. Lesz ebből semmi, mert egy eladott labda, Gerasimovics pedig már fog semmit csinálni ebből, ez pedig kosár jó, plusz falt. Napszerűtlen hibát fújnak ráadásul, így aztán megnyeri a Kecskemét a mérkőzést. Máté dobhat még egy büntetőt. Kecskemét ezzel tulajdonképpen életben tartja esélyeit a legjobb 8 közéjutásért, a KKK pedig elzített a helyzetén, hiszen 16-12-re módosul ezzel a mérleg, a Kecskemétől pedig 14-15-re, így aztán tovább sűrűsödik a közép szakasz, középháza. Még egyszer, tehát a végeredmény Kaposvári KKK, KTL Dunaasztal 66-73. Szalai Robert operatőr kollégám nevében is megköszönöm a figyelmüket. Köszönöm a Péter Fajokkal, viszontlátásra.